Kedves nézőim! Ma egy rendhagyó videóval tudok szolgálni. 13. rész helyett a 12. rész hosszabbítása következik, mivel a kémeket félbe kellett hagyni. A programozók nagyon ügyeltek rá, hogy a kém az igencsak kémes legyen. A járásán is látszik on oson, na is persze az öltözék, ugye a frak. Azt minden játékos tudja, még a leghülyébb is, hogy ahhoz, hogy tudjál épületeket építeni, katonákat toborozni, pénzt kell gyűjtened, ércet kell bányásznod, ásványokat. És éppen ezért nagyon kell vigyáznod a bányászkocsidra, meg az ércfeldolgozó épületedre, mert ha valamelyik elveszik, akkor nem tudsz pénzt szerezni, és gyakorlatilag elveszíted a harcot. Hát, nem egészen. Tegyünk egy próbát. Itt van ez a három frakkos öltönyös kém. Nézzük meg, mi történik, ha beviszem az egyiket az ellenség ércfinomítójába. Hú, de ki van tömve itt valaki lóvéval? Alszuk el testvériesen. Így ni. Most a fele pénze az enyém. Összegezve, nem esik jól bányászni. Vagy túl alacsonyan röpködnek a gombócok, nyújt le az ellenséget. És végül a leghasznosabb feladat, amire a kém valójában rendeltetett. A játékban el van rejtve négyféle katona. És a szupertitkos recepteket a harci laboratóriumok őrzik. Nézzük meg az első esetet. Szövetségessel vagyok, és egy orosz harci labort derítek föl a kémemmel. Mit kapok? Egy új katona, Psi Kommando a neve, és $1000 kerül. Ígéretes, a nevéből ítélve ez ilyen olyasmi lesz, mint a Yuri. Bizonyám, kicsit olyan, mint a Yuri, ez is meg tudja szugerálni az ellenség katonáit, meg tankjait. A másik különleges tulajdonsága pedig, hogy ez is fel tud nyomni épületeket. Ráviszök egy épületre az egérmutatót, miután őt magát kiválasztottuk, átváltozik bombává, és ez is szépen lerakja a bombát, bum. Ja, és meghalt. Tehát ennek nem az a másodlagos tulajdonsága, mint az eredeti orosz Jurinak, hogy mi a búbánat akar ez lenni. Elmecsapás támadás, na. Tehát a Psi Kommando az nem ugyanaz, mint a Juri. Nem tud ilyen elmecsapás, nagy lökés hullám, és akkor szétesnek a katonák, hogyha rávisszük az egérmutatót és rányomunk. Nem. Ez másmilyen. Nézzük a második esetet. Szövetségessel játszom, és szövetséges harci labort derítek föl. Vajon mit kapok? Még egy kommandós. De ez már nem ilyen Psi kommandós, ez Kronau kommandó. A nevéből már lehet következtetni, hogy mire képes. Jusson eszünkbe a teleportáló gépezet, a Chronosphere. Mert ez is pontosan úgy közlekedik. Gyaloglás helyett hip-hop, ott legyek, ahol akarok. Egyszerűen oda teleportálja magát. És azért jó dolog, mert csapatszállítóba is bele tudja teleportálni magát, hogyha akarod. És bárhová, akárhová kattintasz a pályára, ami nem víz, meg nem sziklafal, meg olyan anyám kínja, amire a katonák nem tudnak rámenni, ő abban a pillanatban ott terem. Tessék, a pálya túlsó vége. Természetesen, minél messzebbre kell mennie, annál több időbe telik, amíg visszajön a téridő kontinuumból, ahol közben van. Fegyvere egy ilyen elég nagy erejű gépfegyver, tányához meg a deszolátoros katonához hasonlóan egy lövéssel bármilyen embert meg tud ölni. Még gyengébb gépeket is, például a terrornyűveket. Ezen kívül, ha szépen megkérjük, ő is hajlandó bombákkal felrobbantani az épületeket. Ugyanúgy, hát a kommandó toldalékból már azért lehet sejteni. Igen, tudom, most le van kapcsolva a Tesla tekercs, hát így könnyű. Egyébként megsúgom, ha be van kapcsolva, akkor is villámgyorsan felrobbantja. Bum, 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 úgy, mint ezeket az épületeket.
és már is veterán lett. Na. Ez egy pokol ilyen veszélyes katona. Csak gondoljatok el. Most pedig nézzük az orosz oldalt. Oroszokkal vagyok, és derítsünk fel egy orosz harci laboratóriumot, ugye ez a hagymakupolás épület. Mit kapunk? Jurit, tehát a legfőbb Jurit, Yuri Prime. Miben más ez, mint a sima agytrözt katona? Hát először is lebegve közlekedik. Ezzel kapcsolatban megjegyeznék egy eléggé szembetűnő hibát. Ha lebeg, akkor miért nem tud átlebegni a vizen? Sokkal hasznosabb lenne. Vagy az agya már nem képes értelmezni a víznek a fogalmát? Csak a szárazföld felett képes így levitálni? Különös. Ugyanazt tudja egyébként, mint a sima Yuri, csak ez éppen sokkal messzebbről megmanipulálja az ellenséges katonákat. Most pedig oroszként derítsünk fel egy szövetséges harci laboratóriumot. Így mit kapunk? Az őrült Ivánnak egy ilyen módosított, feltuningolt változatát, Chrono Iván, tehát teleportálós Iván. Ugyanazt tudja, mint az őrült kollégája, csak ez teleportálgat. Igazából, hát annyiból jobb, hogy ez ugye tankokra is tud rakni bombát, de valójában egy ilyen gyengébb verziójú Chrono Commando. És most emberek, figyeljetek nagyon, mert elmondom nektek a nagy-nagy titkot. A mocskos, szemét, kémes trükköt, ami garantált győzelemhez visz titeket. Féltve őrzött titok. Na, mi kell hozzá? Szükség van hozzá egy mérnökre, egy titkos ügynökre, és valamire, ami sebesülést okoz. Tehát, ami pusztít. Hogy zajlik ez az egész? Ha mondjuk fel akarjuk deríteni a saját harci laborunkat, először is azzal a bizonyos harci valamivel lőjünk bele egy párat. Na nem szétlőni, csak úgy, hogy meg legyen sebesülve. Látjátok? Tehát nem szétlőni, csak hogy meg legyen sérülve alaposan. Vagy valamennyire. Következő lépés. Kiválasztjuk a mérnököt, és rákattintunk arra a járőrözési pontok gombjára ott alul. Ezután kiválasztjuk a sérült épületet, ugye? Majd pedig kiválasztjuk a kémet, és ugyanarra a kis négyzetre kattintunk rá, ami az épületen megjelenik a mérnöknél. Úgy. Ha ezzel megvagyunk, nyomjunk rá még egyszer a járőrözési pontok gombjára. És mi történik? Bemegy a mérnök az épületbe, hogy megjavítsa. És megy vele a kém is. Tehát így fel tudod deríteni a saját harci laborodat, voltak éppen meg tudod szerezni saját magadtól a technológiát, és ott lesz. És ez működik a katonakiképzővel, és a harckocsi gyárral is. Nagyon fájén kis trükk. Az utolsó percre jöjjön néhány dolog az ötödik szövetséges küldetésből, amit nem tudtam mire vélni. Emlékeztek rá, mondtam az előző videóban, hogy ez kicsit fura ez az országhatár, hogy német-orosz, ami igazából nincs is ott. Közelebbről megnéztem, hát hanyast adnátok erre földrajzból? Akkor én most hol vagyok igazából? Még egy érdekes dolog, kicsit megnevettetett. Itt vannak bezárva tehenek, kicsivel odébb egy ilyen karámba. Szabadítsuk ki őket, ugye, benzines hordó. Tehenészet megmentve. És innentől fogva a tehenek belépnek az amerikai hadseregbe. Tudom őket irányítani. Őriska, derítsed már felosztat az orosz bázist! Értettem. Nagyszerű, parancsnoknak nem lehet kinevezni őket? Behatoltam az oroszok bázisára később, amikor szétlőttem a falakat, ilyen sebb helyeket hagytak maguk után a földön. Nem tudom, mik ezek. Rendben van, a következő videóban tényleg a 13-as lesz, tovább megyünk.